Sziasztok srácok, Zsozé vagyok, és ő itt az új Sion skacok, vele fogunk foglalkozni. Ugye a PBR-re már be van cuppantva a vizuális update, illetve a teljesen újra gondolt Sion, őt fogjuk lecsekkolni, hogy mégis milyen vele csapatni, illetve hogy hozzávetőlegesen milyen lesz. Először is kezdjük az kinek kell, srácok, csekkoljuk le, hogy hogyan néz ki a mi Sionunk. Ugye ez az alapértelmezett skinje, tehát ezzel játszunk alapból. És akkor ő lenne a barbár Sion. Van még egy Lumberjack Sionunk. És végül, ami a skineket illeti, ugye itt van nekünk ez a Warmonger Sion, das ist amerikai kiejtés, úgyhogy ő az utolsó skin, és akkor nézzük a skilleket, illetve hogy hogyan tudunk amperkodni vele a játékban. Szóval, skacok, nézzük is. Ugye nézzük a Q-t először. A Q-betűnket elnyomva egy ütést tudunk mérni az enemire, ami stunnal végződik, hogyha megvárjuk a teljes animációt, mint vége, azonban még felemeli a baltáját, mi már félúton is elnyomhatjuk, csak akkor nem lesz akkor a CC-je és damage-et sem fog annyit kapni. A W-nket elnyomva pedig egy pajzsot tudunk magunkra pattintani, amit ha még egyszer elnyomunk, az sebzéssel és egy enyhe slow-val tudja becsmérelni az enemi guztustalan csökevényes kis testét. Az ebetünket használva, srácok, arcon pattinthatjuk egy Chinionnal az ellenséges, ez esetben MF-et. Ha eltaláljuk, akkor egy kis pajzs jelenik meg mellette, amiről sajnos nem tudom, hogy milyen passzíva rendelkezik, hogy mi történik ekkor. Az ultinkat használva pedig Sion idegbegyűn, gyerekek, itt láthatjátok, és igen, kicsit még bugos a nyíl. Rohan az enemy felé, egérrel tudjuk irányítani a mozgását, és ha odaér, akkor skillezni, és eleve a becsapódáskor ismét CC-vel rendelkezik, azaz stunol. Utolsó dolog, amit még tudni kell Sion komáról, srácok, amikor elhalálozik, avagy feldobja a pacskert nagyba, akkor passzívból még 5-7 másodpercig tud szaladni az enemy felé, ilyenkor attack speedet kap, és kloffolja őket, és movement speedet, úgyhogy ilyen kicsit Yorickhoz hasonlítható passzívja van. Köszönöm, hogy megnézted a videómat és velem tartottál eme kalandos utazáson. Ha tetszett a videó, veress egy tetsziket, ha nem tetszett, akkor meg diszlájkoljál, öcsém, a só egye ki a nyakad. És még annyit szeretnék kérni tőled, hogy ha érdemesnek érzed a videómat, akkor kattints a megosztás gombra, itt az összes közösségi oldal elérhető, amin te létezel, és kérlek, oszd meg a videómat, hogy a komáid is láthassák. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!